megkérnék szépen Vitéz Lázár nevén törzskapitány tegye egy jelentést ugyan Vitéz Ugyani János, Ugyani László főkapitány úrnak. Tessék, elvégezni a jelentést. Főkapitányunk jelente, a dolgok felkészültek és megjelentek a dolgokat. Szíves kérdjen engedélyezni a ünnepséget. Anyai oltalmadban viszünk most is, az új idők viharaiban,
amikor ellenségek vesznek körül, és egyfelül a hitetlenség, másfelül az új pogányság kerülgeti a hívő lelket. Kelj, mely asszonyunk, néped védelmére, és eszközöl ki nekünk szent fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért, ha kellett, életüket is feláldozták apáink. Hűséget szent fiadhoz és az anyaszentegyházhoz, amelyünk őseinket, minket is elkísért a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is áldott nagyasszonyunk, akinek erős hite szemét jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszménytét. Vedd pártfogásodba az édesapánkat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és álhatatosan viseljék az élettel. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében az édesanyákat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az anyaszentegyháznak és szülőföldünknek. Teljesz ki anyai oltalmadat ifjúságunkra, hogy beváltsák ifjaink azt a szép reményt, amellyel minden szem feléjük tekint. Eszközöl ki áldás szent fiadnál, népünk vezetőire, hogy a népet bölcsességgel és igazsággal kormányozzák, nekünk pedig készséges és engedelmes szívet, hogy a törvényeket becsületesen megtartsuk. Igaz, szívvédi töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan megérdemlünk, mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg szent fiadat, és kérjed, hogy a bűntesítés ostorát távolítsa el felülünk, terítse ránk mielőtt a föltámadás napját, hogy minden szív egyesülhessen majd szent fiad és a mennyei atya dicséretében. Amen. Vidéz, dr. Gyergyújfalvi Lázár István őskapitány esküszövegének a felolvasására. Élen áll. Az esküdtevők az eskü vezérszó elhangzása után jobb kezüket az égre emelve, utána mondják az eskü szövegét. Eskü közül, én esküszöm a Szent Koronára, a vitézi rend célkitűzéseit, a rendi kódex előírásait ismerem. A vitézi rend főkapitánya és a vitézi előjáró utasításaihoz kűjen azokat életem végéig minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Semmiféle nemzetellenes, vagy titkos szervezet tagja nem voltam, és nem vagyok. Isten engem úgy segélye. Elkérem Vitéz Kocsis László őskapitány urat a jelöltek nevének a felolvasását. Egyenletünk jelül legelőször azoknak a vitéz nyilvántartására kerül sor, akik már nem lehetnek közöttünk. Ezért először Osztumusz vitézek népsorát kérnénk felolvasni. Én kapitány urat az avatartók neveinek hallatára jelöltjeiket vezessék az avatási zsámolyhoz, és vissza a helyükre.
szólított. Valóban tart. Kartalis János. Vitézi javatlan. Benkő József. Erszán Lajos. Vitézi javatlak. Dr. Bíró Varga. Vitézi javatlak. Okon Lórán. Vitézi javatlak. Csortán Lórán János. Vitézi javatlan. Deáti András. Vitézi javatlan. Demeter Imre. E felemelő pillanatok után fölkérem Bizbai, Vitéz Bizbai Imre urat, hogy az avatottak nevébe mondja ünnepi köszöntőjét. Nagy méltóságú főkapitány úr, őskapitány urat, tisztelt társaim, tisztelt egybegyűltek, ünneplők, családok, székelyek, barátaim. Pünkösd ünnepe lévén, lelkészként is, Dániel Prófita könyve 11. fejezetének a 32. versétől szólítanálak meg benneteket, és támasztanám alá azt a fogadalmat, amelyet önök előtt, az önök tanúsága és Isten előtt tettünk. Akik ragaszkodnak Istenükhöz, nagy tetteket visznek végbe, amire minket a fölavatta. Az nagy tettekre kötelez bennünket. Nem egy egyszerű nap ez. Valahonnan és valamivel jöttünk. Valami bizonyság áll mögöttünk. De ezután többel kell bizonyítanunk azt, amit fogadtunk,
és amire fölszenteltek és fölavattak bennünket. A magunk egyszerű módján utódai vagyunk azoknak, akikről a nyugati katolikus krónikák azt írják, ezek a rettenetes emberek borzasztóan bátrak és hősök. Mindannyian a kalandozó magyarokra gondolunk. Valahol utódai vagyunk, és bizonyítanunk kell azt, amiért a magyar király létrehozta a magyar sárkányrendet, a magyar hős lovagok rendjét. Valahol utódai kell legyünk és képviselnünk kell azokat a hősöket, akik naggyá tették a magyar nevet, a magyar kar és kard hősiességét. Valahol utódai kell legyünk Dugon és Titusnak, aki inkább lángba és mélybe ugrott a magyar zászlóval, de nem hagyta a tornyot. Utódai kell legyünk azoknak a bárvédőknek, akik dobó mellett, ha kellett, tűzbe ugrottak, de nem engedtek. Utódai kell legyünk azoknak, a kicsiben is, akik ha tudták is, hogy a nemzetért napokon belül kivégzik őket, mentek a halálba. Tisza István, Bajcsi Zsilinszky Endre, és akire a tinén emlékezünk, Szagyinte, vállalta, nem létezik, kérték, fölajánlották. De javasolom társainknak, ha elindultunk, és valami feljogosított bennünket arra, hogy kiálljunk a magyar Szent Korona másolatai, és letérdepeljünk, akkor soha ne vonuljon senki gyáván hátra, hogy éneki az ülések útes. De egészen hátra, ahol ádulnak, ugyan nem. Kedves barátaim, rendtársaim, ma a materia megtámadta az életet, a szellemet, ízére akarja tépni. De ha 36-ban összefogunk a magunk helyén, védni a szellemet, az életet, az életünket, az örökségünket, a materia is meg. Legyünk hát bátrak, erősek. Megerősítette a prédikáció is bennünket. Legyünk bátrak, mert a magyar koronában származik az egész magyar jog, a magyar királyság, a magyar államiság, és egy nagy tekintélyű erdélyi ember szavával búcsúzunk. És köszönöm még egyszer ezt a megtisztelő alkalmat, aki azt mondta, a föld úgyis, ami csak a hatalom az övé. Végül idézem még egyszer Dániel próféta szavainak, aki ragaszkodik Istenéhez, nagy tetteket viszékel. Úgy legyen. Köszönjük Vitéz Krisztai Imre elsőnek szép szavait, és most a kitüntetések következnek. Felkérem Vitéz Kocsis László törzskapitány urat, hogy a kitüntetettek nevét olvassa föl. A felsorolandó kitüntetettek a ma este 7 órakor kezdődő
Vitézi találkozom, veszik át érdemben.